Kaposszegcsőn ünnepélyes keretek között adták át a megújult Gyöngyparkot, mondta el a polgármester asszony. Itt egy malom állt a helyén, utána lett park, és utána készült 96-ban az itt lévő most felújított kopjafa. Már régóta vágyunk volt, hogy ez megújuljon, és egy igazi közösségi tér legyen, ami ezen a részén a településnek csak itt található, és úgy látjuk, hogy hála Isten használják is. A mai napon került sor arra, hogy hivatalosan is átadjuk, illetve ma került föl ez a kopjafa, ami felújításra került. Az 1996-ban Tóth László volt iskolaigazgató által készített kopjafa ünnepélyes leleplezésén a Tolna megyei közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás is részt vett. Az összefogásból megújult Gyöngypark teljesen új arcát mutatja az arra járónak, amelyhez az önkormányzat is hozzájárult. A felújítás teljesen önerőből készült, illetve helyi vállalkozók, illetve civilek segítségével, és pont ezért tartjuk fontosnak, hogy ebben az időszakban, amit most érünk, itt pont az összefogás és a közös egymás segítése a legfontosabb. Illetve ezért tartottuk fontosnak az is, hogy az alapítványunk gépjárművét, amit nemrég szereztünk be, ezt itt bemutassuk a nagy közönségnek. Ez ugye a Magyar Falu Programból, a civil szervezeteknek a támogatásából, a BGAZRT segítségével valósulhatott meg. Önerőből vásároltuk meg a padokat, az itt az hulladékgyűjtőket, kedvezményesen csináltattuk meg a térkövezést, a közmunkások a saját embereinkkel teljesen átforgatták a földet, elfűvesítették a területet, illetve ugye hát megcsinálták a díszítést a faluszépítőkkel együtt, illetve a virágosításokat is. Egy helyi vállalkozó vállalta, hogy ne kelljen nekünk, mert látja, hogy kevés közmunkásunk van, mindössze ekkora területre, amit nekünk nagyon nagy a Liget lakóteleppel együtt, mindössze három, úgyhogy néha még a biciklis utat is nekünk kell karbantartani, és ezért mondta, hogy annak cserébe, hogy itt van a szomszédságban, ezért ő ezt megteszi helyettünk. Az ünnepélyes parkavató után a település 65 év feletti lakosait invitálta az önkormányzat egy idősek napi rendezvényre. Ez hagyomány a településünkön, a tornateremben van minden évben megrendezve, két év volt, ami kimaradt, ugye a Covid miatt, illetve a tavalyi évben már meg tudtuk tartani oly módon, hogy a műsor az megvolt, de étkezést nem tudtunk ott helyben biztosítani. Most végre visszatértünk teljesen a hagyományokhoz, szeretettel várjuk itt vacsorára is az időseket, és reméljük, hogy jól fognak szórakozni. Általában sokan elfogadják a meghívásunkat, most jelenleg körülbelül 200 főre számítunk. Van kisgyerek műsor, amit az óvodásaink adnak elő, iskolások verset mondanak, és utána következik Szolnoki Tibor és Zsadon Andreának a műsora, akik operett műsorral készültek. A 89 éves Marika néni volt a kaposszegcsői rendezvény legidősebb vendége, akit egy csokor virággal és bombonnal köszöntött a település önkormányzata a polgármester asszony ünnepi beszéde után. A szépkor titka pedig talán a boldog gyermekkor. Jó gyerekkorom volt. Én szerintem azért, hogy a mindenem megvolt, és gondolom azért, vagy nem tudom. Van egy lányom is, meg van egy fiam is. Azt mindenik megrendezi az ilyen nagy ünnepeket, mindig küldenek, és akkor hát jön a Mikulás, jön a Jézuska. A település szépkorú lakói örömmel tesznek eleget ilyenkor az önkormányzat meghívásának. Nagyon-nagyon jó, ugye sok éves munkaviszony után, végre pihenés alatt, amikor igazából rólunk emlékeznek meg. Nagyon jó, mert rengeteg ismerőssel találkozunk, egyébként akivel egész évben nem. Úgyhogy a rendezvény, hát az minden évben nagyon jó, szintén. Egy kis étellel megvendégelnek bennünket, egy kis italaj, hát és a műsorról ne is beszéljünk. Egyébként ugye nem jutunk el ilyen műsoros estekre, mert hát sok az unokáma, és minden hétvégén vigyázni kell valamelyikre, és teljesen meg vagyunk elégedve az időseknek a megemlékezés és napjáról. Nagyon jó különben, mert ilyen nem mindenki, hogyan mondjam, örül neki, de azért mindig van ilyen lehetőség itt ebben a községben. Ön hogy tölti a nyugdíjas éveket? Hát otthon most már, mert 12 éve már nyugdíjban vagyok, és én még otthon, hát körül teendők,
Én is ide jártam kapusztekcsőre iskolába, volt osztálytársakkal is találkozok, meg hát a baráti kör. A nyugdíjas éveket általában mindenki tervek sorával kezdi, hogy mi az, amivel ez idő alatt szeretné majd tölteni a mindennapokat. A társasági élet egy fontos helyen szerepel a dédelgetett álmok között. Az az igazság, hogy nagy terveim nem voltak, mert a nagyobbik fiamnál már nagyobbak voltak az unokák, de a kisebbik fiamnál még mindig unokázni kell, mert ott második osztályos, meg 3 éves van, úgyhogy sokat kell kicsit vigyázni rájuk. Úgyhogy be kell osztani kert, a házi munka, unokák, nyugdíjas klubba is járok, úgyhogy elfoglaljuk magunkat. Családi házba lakunk, kertes házba, tehát van még egy kis teendőnk is, szőlőnk is van, úgyhogy telnek, és örülünk neki, hogy vendégül lát bennünket az önkormányzat. Az ünnepi műsor a helyi óvodások szívet melengető kis zenés-táncos előadásával vette kezdetét. Szivárvány, szivárvány, mi vár ránk a túloldalán? Szivárvány, szivárvány, ragyog felettünk eső után. A délután műsorából a vers sem hiányozhatott, amit a helyi iskola 2 diákja tolmácsolt az önkormányzat meghívását elfogadott szépkorúaknak. Az idő csodákat művel, sebeket gyógyít, bánatot küld el, új hónapot, évet, évszakot hoz, szomorúságot vagy örömet okoz. Az idő múlik, de kit zavar? Miért nem múlhatna, ha akar? A vacsorát megelőzően pedig operett dallamok csendültek fel Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor előadásában.